Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, tényleg nagyon nagy öröm, hogy művészetelméleti tagozatunk művészetelméleti díjában részesült dr. Prokop Mária professzorasszony, művészettörténész asszony elfogadta a meghívásunkat, és ennek az őszi keddi kaleidoszkóp sorozatnak az első műhelybeszélgetésén, pódiumbeszélgetésén ő lesz a főszereplő. Én olvastam egy nyilatkozatodat, itt van a kezemben, amelyben azt írod, hogy pályád egyik csúcspontjának tekinted azt a szoros szakmai együttműködést, amit Virdő Zsuzsanna festőművész restaurátorral, vagy festőrestaurátor művésszel kezdtél meg 2001-ben az Esztergomi vár fali képeinek a kutatásában. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből a mondatodból is látszik, hogy avatottabb kérdeződ most aligha lehetne, mint munkatársad Virdő Zsuzsanna, akinek ezzel most át is adom a szót. Jó estét kívánok, akkor megkezdenénk a beszélgetést a Marival. Én egy nagyon fontos kinyilatkoztatásával, amit a Mari mondott nem olyan rég, hogy Esztergom a szülővárosom, Istennek hála. Ez egy csodálatos ajándék, Európa gyöngyszeme, hazánk fővárosa 300 éven keresztül. Tehát ma is ősgyökeres esztergominak vallod magad, akkor is, hogyha már Budapesten élsz. 1939-ben születtél, ha elárulhatom, dr. Prokop Gyula járásbíró és Stengl Mária művészettörténész a négy gyermek közül az egyikeként. A te családod az egy olyan család, aki a 150 éves török hódoltság után ezt állítottad. Ilyen családok állították talpra hazánkat. Igen, hát itt édesanyámmal vagyok, itt már egyetemistaként, itt meg már a várba dolgozom, az esztergomi várba, 62 óta, 62-ben szereztem a művészettörténelem szakos diplomát az ELTE-n, és kerültem Esztergomba, és ott 7 évig, 79-ig ott dolgoztam, és utána kerültem az ELTE-re, ahol most is vagyok. Valóban óriási ajándék számomra ez a család, amiben születtem, ahol a legnehezebb időkben, ugye a második világháború után eszméltem, ugye 45-ben kezdtem az iskolákat, az első elemit, és hát egy nagyon nehéz periódus volt a mindenki számára, de az esztergomiak számára különösen. Édesapám hamarosan elvesztette az állását, édesanyám ugye négy gyereket nevelt, ő is Gerevics professzor mindig várta, és hogy a Keresztény Múzeumban fog akkor majd dolgozni, de hát ugye háború közbe szólt, és hát csak 54 óta dolgozott édesanyám a Keresztény Múzeumban. De én minden esetre akkor már gimnazista voltam, és második otthonom a Keresztény Múzeum volt, illetve hát Esztergom levegője, ahol tudtam, hogy minden talpalatnyi földön a magyar királyok tagjai, családtagjai jártak, tehát valami olyan, és otthon a szellemi légkör volt. Úgyhogy édesapa is, mint jogász, később, mint levéltáros, hát csak a szellemiekről volt szó, bármennyire nehéz volt anyagilag is, ugye keresett nem volt sokáig, és a többi, de ezt soha nem éreztük. Mi állandóan a szellemi dolgokról volt szó, és így világos, hogy én is ezt a pályát választottam, és sokféle elindítást kaptam arra, hogy milyen öröm kutatni, milyen öröm rátalálni az igazságra, a régmúlt dolgok igazságára. És hát nem csak a szüleim, hanem ugye a fölmenői, édesapám, hogy mondta előbb Zsuzsa, hogy a török után valóban, hát mindez egész országba különböző telepesek érkeztek. A Prokop János, akiről mi bővebben tudunk, a dédapám, aki egy jeles építész volt, aki a többek között, ugye itt a koronát mutatja Zsuzsa, a 1853-ban megtalálják Orsovánál koronát, ahol amit 49-ben ugye Kossuthék elástak, Szemere Bertalan elásott, és 4 évig kutatta a bécsi rendőrség, hogy merre, hol van, és végül hát Orsovánál megtalálták egy árulás következtében, ugye, és éppen Prokop János ott volt, aki a DDSG-nek a mérnöke volt, és onnan éppen ott az Aldonánál járt.
amikor ő rajzolta le az első megtalálást, hogy kibontották ezt a faládát, és hát a koronát mindjárt rajzogat, és az ő rajzai alapján készült azonnal a litográfia Pesten. Tehát ugye ezt szeptember 8-án találták meg 53-ban, és egy hónap múlva már Pesten és az egész országban, az egész Európában a litográfia körbefutott. Térjünk most már rá Esztergomra, az örök szerelemre, ahol hányban kezdtél egész pontosan? 62 őszétől dolgozom ott, és 7 évig. És a szakdolgozatom, amiben megint csak Weyer Lajos professzornak vagyok nagyon hálás, egyébként mindenkinek, szóval annyira segítették, a családon kívül számos, csodálatos emberrel találkoztam, akik segítették az életem alakulását, és így Weyer professzor segített ebbe, hogy az esztergomi várkápolna freskói volt a szakdolgozatom 62-ben, és amikor ugye ide kerülök, akkor hát szerettem volna tovább, mindig tovább vinni, és pillanatokon belül meghívott majd 72-ben Klanicai Tibor professzor Pécsre a János Pannonius konferenciára, hogy beszéljek ugye Vitéz Jánosról, és mondtam, hogy hát mert ő olvasta a szakdolgozatomat, amivel én bebizonyítottam, hogy ez nem a Szibillák kápolnája, mert sokan azt gondolták, hogy az a bizonyos Bonfini által ilyen Szibillák kápolnája ez, és kimutattam, hogy hol volt a Szibillák kápolnája, nagy ebédlőterem végén, Caputrigliani. Annak a magas színvonalát számos, amíg én itt 7 évig voltam a várban, számos külföldi Trecento kutató is megerősített abban, hogy ez egy milyen nagy, magas színvonalú freskó, és mennyire igazam van, amikor én ezt 22 évesen megállapítottam, hogy nem a század második felében készült, hanem a század első felében, Teregdi család idejében, amit azonnal átvett Dercsényi Dezső, Enzgéza akkori nagy professzoraim, amit én csak ámultam, bámultam, hogy a természetesnek tartották. Később már nem mindig így volt az én megállapításaimmal, de akkor 22 évesen nagyon jó érzés volt. 69 óta tanítasz az ELTE-n, tehát 47 éve. Számos könyvet írtál. A legfontosabb a Botticelli, de azért a mellette lévő az is tavaly jelent meg a Nápoly magyar emlékei, középkori magyar emlékei, mert minden összefügg. Tehát a várkápolna, a freskóiból indultam el, és sose kellett témát változtatni, mert logikusan folytatódott tovább a Trecento, a Nagy Lajos kora folytatódott Mátyás király korában, és mindennek a gyökerénél ott volt Mária királyné, aki 5. István lánya, itt a síremlékét látjuk, aki 50 éven keresztül az egész európai politikát irányította Nápolyból, mint nápolyi királyné. 13 gyermekerévén, annak ugye az első szülött Martel Károlynak volt a fia, a mi Károly Robert királyunk. Tehát minden ugye a Giotto, természetesen ott is Giotto kötet, és hát ugye ott van a feltárástól az újjászületésig. Sassetta, Lorenzetti. Ugye ez nagyon, meg hát a Lorenzetti. És a Lorenzetti körhöz tartozik, én megállapításom szerint, ez az 1330-as évebe készült esztergomi várkápolna freskó együttese, ami annyira megtetett annak a 15. századi festőnek, aki a Studiolót festette, hogy nem festették át. Tehát ott nincsen a restaurátori felügybizottságok szerint új későbbi réteg, de van korábbi réteg, van korábbi, úgyhogy már harmadik Béla király korából is van az bizonyos oroszlános réteg, és sok minden más. Itt az a újabb felfedezések, ezek csodálatosak, amit Virzsúzsa 2000 óta csinál, és amiről olyan kevesen tudnak, azt nem lehet elképzelni, amit ő 16 évet csinál, és aminek köszönhetjük azt, hogy előjönnek az eredeti rétegek. Te vagy az a művészettörténész, legalábbis akit én megismertem, aki ennyire közelről, ilyen behatóan szeretné megismerni egy képet. Általában mindig csak egy messziről, egy 10-20, maximum 30 perces konzultáció alatt lehetett művészettörténészekkel beszélni. Te ugyanakkor kíváncsi vagy az anyagokra, kíváncsi vagy a technikára, ami azt gondolom, hogy tulajdonképpen az együttműködésünknek az alapja, mert csak így lehet kettőnk együtt megismerni egy képet. És ugyanakkor, ha egyéb felvetésekről beszélünk, leginkább Esztergomról, ugye egy itáliai falképekről, milyenek a nemzetközi kapcsolataid, és honnan kezdődtek, ki segített ebben,
És hát ugye tudni rólad, hogy mai napig a diákokat te ösztönzöd folyton a külföldi tanulmányutakra. Hát ahogyan az középkori C-mester is, ugye nem kapott diplomát, vagyis nem lett mester, mielőtt nem tett vándorutat. Hát ez egy évszázados, nem mondjam, év ezredes nyilván tapasztalat, hogy amíg egy mester nem nézi körül, hogy mit, hogyan csinálnak, ugye egy művészettörténész is, amíg nem ismeri meg, hogy mi, amivel, ha csak könyvekből vagy fotókról ismer valamit, annak sajnos nincs túl sok jelentősége. Hát világos, hogy ezek fontos volt, hogy én is eljussak Olaszországba, és hál' Istennek számos alkalommal voltam, különösen a Villai Tattiba kétszer is meghívtak ösztöndíjat, és hát ott valóban nemzetközi kapcsolatokat tudtam kialakítani, és azok is jöttek Esztergomba, tehát, és így tovább. De hát hál' Istennek már a szakdolgozatomban Panofskyra hivatkozva, aki megmondta, hogy az itáliai Trecento sehol sem volt olyan erős kapcsolata a művészettel, mind a magyar királyságnak. Minden mű magasugárzik, akár kortárs, akár magasugárzik. Érményt a fotó, hát jó, valamit esetleg addig, amíg nem mehetünk sehova, Addig az is nem volt rossz, megismertük, de élmény nem tud adni, csak az eredeti. Tehát valóban a művészet, vagy mi a művészet, azt az ember az eredeti műtől érzi meg. A mű maga egyébként, hát olyanról beszélni, amit nem láttam, ez is azért is, úgy gondolom, sikerült azért átadni egy pár tanítványomnak is. Lényeg az, hogy a művészet történetet nem akarom menteni őket, de valóban az irodalom nagyon ugye fontos, hogy nem, hogy mit olvastak eddig. Na most az irodalomnak az értékelése, hát sajnos a mi korunkban a művészet történet 1872-ben alakult tanszék, amikor a kiegyezés után vagyunk, de hát azért nem egészen szabadon gondolkozhatunk, hanem meg volt nagyjából mondva, hogy van a Nagy Ausztria, és ugye, ami a térképen ilyen picike, és van ugye a hatalmas Kárpát-medence, ami ugye hát egy jelenleg a Habsburgok szabadítottak föl minket a török alól, tehát nem volt igazán objektív lehetőség arra is, és hát azért most én bízom benne, hogy a következő generáció erről a hatásszót, mert ugye én ezt a hatásszót próbáltam írtani, és próbálom még a mai nap is. A magyar művészetben nem hatások vannak, hanem kapcsolatok vannak. Tehát a hatásszót a kapcsolattal szeretném, hogyha ez törölve lenne a szótárból, semmilyen korban nincsen, hanem kapcsolat van, ahogy mind mai embereknek is kapcsolatai vannak, mint az egész világban. Mi minden történhet a te ismereted által például egy restaurálás alatt. Például egy ilyen fejet, hogy találtunk meg, vagy egy másik pici fejet, ilyen rajzokat a felületeken, amik eddig láthatatlanok voltak. Csodálatos. Ez hogy fordulhatott elő? Csodálatos, hogy ez a művész, hogy milyen vérbeli művész volt, és hogy közben, amik száradt a fal, vagy egyáltalán, hogy hogy ahogy gondolkodott, szóval közben járt a keze is, és olyan szép rajzokat rejtett el, ami nem, a felszínen nem volt látható, ugye ez az egész freskó, de ezt majd a Zsuzsa még jobban el fogja mondani, hogy ugye 340 évig a föld alatt volt. Tehát a föld alatt, és a felületi rétegek, azok részben a földdel is, hát ugye rá... Ez egy ásatási fotó 1934-ből, igen, hogy talált, a kápolna megtalálása éppen. Igen, egy óriási dolog volt ez a föltárás, és attól kezdve, sajnos ugye ez 38-ra befejeződött, de az a sajnos, hogy utána ugye a háború elég hosszú időt töltött el, és maga Gerovics Csaba professzor pedig 55-ben meghalt, és addig is nem nagyon volt lehetősége azok a nehéz évek, amik a második világháború alatt és után voltak, de ők ezeket ezt fotókat készítettek, szóval megvannak az eredetek, amik lezuhantak erről a roller, és hát ugye az a rész, ami a terv volt, a bazilika, a nagy új magyar Sionnak az építése a reformkorba, amit a Kühnel és a Pál János építészek terveztek, az érseki palota ott lett volna a mai vár helyén. Tehát akkor sem volt ugye pénz, és ennek a pénzhiánynak is van előnye, hogy nem épült föl a mai vár helyén ez az érseki palota,
És így 38-ban, amikor a Szent István évre készülve 34-38-ra, akkor keresték a Szent Istváni alapokat, és megtalálták a harmadik Béla alapokat, mert a harmadik Béla egy olyan nagy király volt, ugye bizánci császárságra volt jelölve, és onnan ezzel a császári tervekkel jön a magyar királyságba, teljesen elbontja az Istvánkori palotát, Géza és Istvánkori palotát, és fölépíti azt a csodálatos kuragotikus palotát, ami a magyar gotika, mutatja, hogy a magyar gotika nem csak Szent-Denisben, a Párizs melletti Szent-Denisben születik, hanem magyar, Esztergomban is, egész biztos a magyar királyság nagy központjában. Erről, hát ugye még az, így nem írtam ezt, de egyébként már mondtam nem egyszer. Szóval ez egy olyan tudatot ad, hogy ez a magyar királyságnak a léte ezer éven át, és hát különösen a születése ezekben a nehéz időkben, István idejében, de harmadikben, ez egy olyan nagy helyet ad nekünk Európába, amiről remélem, hogy a következő időkben többet fognak írni. Kétségtelen az, hogy ez a stúdióló ez nem csak úgy kiugrott, mint Pallas Athéné Zeus fejéből, hanem a Szent Istvántól kezdve, de hát mondhatnak, hogy már még régebben, amit hoztak magukkal, ötvösséget és a többit a magyarok. Tehát valami olyan színvonal, olyan művészi tehetséggel van megáldva ezek a művészek, illetve a megrendelők, mert mindig a megrendelő választja ki ezt a stúdióló művészét is, hogy olyan igénye van, hogy ilyen művek születtek, amik az akkori Európában numero egyek. Kérted, hogy a kápolnáról is tegyek be egy-két fotót azért, hiszen... Hát csodálatos, amit most az idén, ugye erről szól ez a kötetünk, a feltárást az újjászületésig, nem ismerünk se Franciaországban, Saint-Chapelle-ban is például, ugye megvan sok, de az már a díszítő festés teljesen megvan újítva. De és itt pedig előjött, hogy milyen változatos, hát nem úgy, mint a Mátyás templom, vagy bármelyik neogotikusan kifestette, hogy végigmegy a bordán ugyanaz a díszítő motívum, hanem számos motívum, számos, és így rendkívül változatossá teszi, úgyhogy ez most egy olyan új dolog, ami ebbe a kötetbe, egy teljesen új benyomást ad, a figurális, tehát a 12. század végig, tehát két réteg van mindenütt a bordákon, a 12. század végi harmadik Béla és a Trecsentő, a 14. századi főtetett Teregdi Csanád fölöldíszítés. Hát nézzük meg, valami csodálatos az a gazdagság színben, formában, amit ez a kápolna, én bízom benne, hogy Zsuzsa minél hamarabb meg fogja festeni rekonstrukcióba a 12. századi növényi motívumokból álló díszítő, bordadíszítést, vagy geometrikus díszítés, a színvilága is teljesen más a 12. század végén, és tehát ez egy óriási új eredmény volt, amit a Mátyás templom, ami milyen lehetett ott is az eredeti, ugye a 64. Béla korabeli, hát ez pedig egy csoda, szóval ilyen oroszlán ábrázolás rengeteg van, de ez a vörös háttér előtt, ez a zöldes arannyal ékesített életfa előtt jelenik meg az oroszlán magas fővel. Bármennyire nem látszuk az arca pofájának az oroszlán, de diadalmasan uralkodik és fölfelé néz. Ilyen nincs, szóval számos oroszlán analógia van a különböző századoktól, 5. 6. századtól kezdve. Ez a színvonal, és az a dekoratív, az a kompozíció, hogy elhelyezi a korongos mezőbe az oroszlánt, az életfát, a farkával, és szóval ezt remélem, hogy még lesz alkalmunk erről több tanulmányt is írni. Csoda, egyedülálló. Beszéljünk esetleg a legújabb munkáinkról is, vagy eredményekről. Hát ennek az egyik, azt hiszem az egyik mondhatni, hogy történelmi esemény, főleg a te életedben, hiszen az egyik legfőbb tanulmányod erről szólt, ugye, amit a 34-38-ban elkezdtek, hogy vajon a megtalált nagy kváderkövek, amelyik némelyik 50-100 kilós, azok vajon hova tartozhattak a kápolnába, és milyen jeleneteknek voltak a részei. Erről te készítettél először rekonstrukciós rajzokat. Igen, hát a szakdolgozatom 62-ben erről szólt, hogy azokból a
kváderkövekből, amin egy-egy fej látszott, azokból elképzeltem, és meg is rajzoltam, hogy milyen volt a kifestése, milyen volt az ikonográfiai programja ennek a teljes kápolnának, és a hozzá kapcsolódó két oldal kápolnának. És hát a 30-as években néhány követ behelyeztek, amit úgy gondoltak. És a többi követ így egy az oldal kápolnába elhelyezték egymásra téve a köveket, hogy ezt majd valamikor behelyezik majd. És hát most ez volt az óriási, az utóbbi évnek a nagy eredménye, hogy mi ezt a köveket, amik eddig külön voltak kiállítva, így most behelyeztük. Ez például az az angyal. Részben az én ugye tervem alapján, de úgy, ahogy még a korábbi a Lux apa és fia, a fő építészek is elképzelték. Tehát így az a konzolos keretdíszítés, ami a 14. században készült, és ami egy egyedülálló ilyen van Padovában, az Aréna kápolnában, van Rómában, van Nápolyban is, de ez a fajta gazdagon profilozott pár konzol perspektívikusan ábrázolva, hát ez itt van Esztergomban. Ez milyen jelenet, ha megkérdezhetem? És ez két oldalfalon a Mária megdicsőülése, tehát a Mária koronázása trónuson ülve, és Jézus éppen helyezi rá a fejére a koronát. Ez is olyan, hogy nem úgy, hogy már megkoronázza, tehát ikonográfiailag egy nagyon fontosan be lehetett határozni, hogy az 1330-as évek, a nagy pestis járvány előtt, ami ugye tudjuk Nagy Lajos történetéből is, hogy 1347-48-ban volt. Itt látszik egy csodálatos rész a megújult ornamentális díszítésből, tehát ez a pontosan az eredeti jött elő, tehát nem úgy újult meg, hogy az eredeti lehetett látni. Most ezek az apostol fejek, ugye a mennybe menetelnél fölfelé néző fejek, hát ezek is mindegyik külön-külön egy csoda, ezek a kváderkövek, és ez most, hogy be vannak helyezve, vagy előbb-utóbb be is lesz a többi is, ami még helyezve, a falban jobban megmarad, az állaga jobban meg lesz mentve. Már be vannak helyezve, majd mindjárt meg is mutatjuk őket. Igen. Ilyen módon találták meg, igen. És azért sokat pusztult ez igen. A 70 év alatt. Ugye szementel volt szélezve a 30-as évekből, most azt leszedni, tehát ezzel mondom, hogy az a 15 év, az egy állandó reggeltől estig való éjjel-nappali munkát jelentett télen nyáron, mert amit télen ott nem lehet dolgozni, akkor a műteremben dolgozik, tehát az a 16, és amikor ezzel beszélünk, akkor azt mondja, de hát a Leonardo utolsó vacsorát azt 20 éven át restaurálta a művészek. Szóval ez egy óriási eredmény, ami eddig ugye nem tudták elképzelni az emberek, hogy hol is volt és hogyan, milyen méretben, tehát nem egy szalagsor volt a jelenetekkel, hanem kiemelt jelenet az egyik falon a mennybe menettel, a másik falon a Mária koronázás, a két oldal, ezek két nagyobb kompozíció volt, és alatta volt a kisebb, de azok se elég nagy jelenetben a Júdás csokja, ez egy központi jelenet volt, kicsit úgy, mint a padovai aréna kápolnában, egy központi kép, az a Júdás csokja, ott a központba helyezik, csak nem Giotto festette, hanem egy szénai jellegű, lírai, fölfogású ember. Mit gondolsz a mester kérdésről? Hát én mindenképpen ebben a Lorenzetti körben, főleg a Ambrogio Lorenzetti körében gondolom őt, de nyugodtan lehetett egy magyar királyi udvarba dolgozó művész, ugyanis olyan szoros volt a kapcsolat, tehát itt nem kellett nekünk mindig itáliait, és mindig, hanem az, hogy ez a Trecento olyan általános volt, erre mutat az egész esztergomi egyházmegyének, ami a mai Gömör, és fölvidék, az a mai Szlovákia nagy része, egészen Pozsonytól a Szepesség végéig, ott számos Trecento freskó maradt meg, erről is külön kötetem van, a gömöri freskók, a szepességi freskók, amik eztek az esztergomi Trecentónak az elterjedését mutatja. Tehát, hogyha nagyon valószínű, a királyi udvarban, meg az érseki udvarban voltak ezek a művészek, hogy ezek ugye honnan tanultak, ez ugye, ezt ma már senki nem fogja meg biztosan megállapítani, de ez biztos, hogy a legnagyobb Trecento szakértők is olaszok, firenzeiek, szénaiak, hogy ez az a színvonal, ami a legmagasabb a Trecentóban. Áttérünk most a másik helyszínre, ugye a stúdióló megtalálására. Óriási, hogy ez ahol a bizonyos kis őrtorony is van, ott egy filagória volt a török utáni időkben,
senki nem is gondolta, hogy ezen a dombon, amin a teteje volt az a filagória, az alatt vannak még középkori maradványok, és amikor ezt 34-38-ban ugye föltárták, nem csak a kápolnát, hanem azt a kettős kapuzattal ékesített két termet, hát pontosan három termet, akkor is számos bezuhant freskós követ, amiből több száz van az Esztergomi kőtárban, és az in situ előkerült, ugye itt, hát ugye itt látható a Magyar Királyságnak a hatalmas területe a többi európai országhoz képest. Nem biztos, hogy mindenki tudja, mi az a studéló. A studéló, egy dolgozószoba, egy humanista dolgozószoba, ugye, amiben ezek a humanista érsekek, főpapok, vagy ebben világiak, itt látható egy pár ugye, könyvtára volt, a studioló, az egyetlen humanizm, középkorban a könyvtárak mindig, esztergomi érseknek fantasztikus káptalani iskola volt, nagyon magas színvonalú, egyetemi rangot jelző iskola volt. Az a megrendelő az nagyon komolyan vette azt, hogy mit jelentenek ezek az erények, hogyan kell az erényeket a koraközépkortól kezdve végig, meg az újkorig is, a síremlékeken, városházán, az emberi élet, illetve a társadalom életek az alapjai, ez a négy, azért mondják sarkalatos, mert a sarok, azon nyugszik az épület, vagy az emberi élet, az okosság, az igazságosság, a mértékletesség, az erő. Na most ez a megrendelő, ezt egy kicsit egyrészt nagyon komolyan vettem, mert a 15. századi Magyarországban Zsigmond halála után rendkívül nehéz politikai helyzet van, jönnek a törökök, király nincs, aztán ugye van a utószülött 5. László, ezt mindenki tudja, hogy hogyan van a történelmünk rendkívül fontos, hogy az erény, mert éppen is a Vitéz János egyik a legnagyobb érsekeknek, aki az egész Európában, mint Lux Pannonius szerepelt, és tehát a Pannonia fénye és a humanizm, egy kiváló humanista, már 20 éves nagyváradi püspöksége alatt egy egyetemet alapít, egy akadémiát, amit különösen Klanicai Tibor dolgozott fel, és az Európa legnagyobb humanistájú látogatták ezt az ő udvarát, ő nem nevezte ezt akadémiának, de az udvarát, és ezzel kell a tudósokkal, ezek az ismerettségével jön Esztergomba, és úgy én szerintem ez a Vitéz Jánosnak az a megrendelő, aki megmondta, hogy az erényeket hogyan kell, nagyon, például itt ez a mértékletesség, ahogyan nagyon vigyázott, koncentrál, és ez arra az öntésre, ez a koncentrált szellemi, amit nyilván a megrendelő kívánt ettől a festőtől, kívánta azt, hogy sugározzon, és valóban ma is, ha sugárzik ez a négy figura, aki ott van a mai állapotban is, még az állványok, tehát az sugárzik. Ez melyik figura és mivel ott van? Is elő, és itt nagyon jól látható, hogy a Botticelliát, a leválasztó freskó az, ami a Louvre-ban van, és a másik freskó az a Vatikánban van, a Sixtusi kápolnában. Pontosan ugyanaz a fej, ugyanaz a méretre, pontosan a Botticellinek például a Vénusz feje a mértékletességgel, az erő, az pedig a hórának a feje, ez pedig egy férfi fej, itt ugye az alsó, és ott a Prátóban egy kereszt, Botticelli kereszt a Prátói Múzeumban, és a Sixtusi kápolnában egy rész. Itt nagyon jól szépen látható a Filippo Lippi Madonnája hátoldalán látható rajz, ami a Medici palotában van kiállítva. Igen, és az oszlop fő. Oszlopos Madonna della Loggia-nak a hátterében lévő Loggia oszlop fő rajza pontosan megegyezik az esztergomi oszlopfővel. Szóval ezek ugye nem véletlen egyezések, hanem valóság, ugye ezek nem lehet, ez két különböző kéz nem tud ennyire azonosat alkotni. Minden esetre az nagyon fontos, hogy az esztergomi érsekek, tehát fontos, hogy mikor, melyik érsek csináltathatta, és fontos az is, hogy a művészettörténet hogyan tudja datálni a
a formából, szóval minden együttes, vagy minden, sőt, akár egy táblakép is, egy program szerint készül, a megbízónak az elgondolása. Most az, tehát segít a datálásban, és itt nekünk a stúdiólóban, vagy akár a Márkáponnál, vagy a stúdiólóban van ez a nagy együttes, ami a Dante-nek a paradízóját jeleníti meg, ahol a paradízó első hét körében a hét erény uralkodik, itt a négy erény maradt meg, a másik három erény valószínűleg a szomszédos falon hatalmas ágyugolyó volt, mert a szemben távolabb lévő kicsit az Esztergom egyetlen hely, a Szent Tamás hegye, ahonnan meg lehet közelíteni, onnan lőtték az ágyugolyókat és szétverte a szomszédos falat, és ez megmaradt, ez a négy erény. Ez az egy, ami in situ megmaradt. Na most ezeknek a megrendelője, tehát ez pontosan a Vitéz Jánost tartom én valószínűnek, aki, illetve nem tudok mást elképzelni, mert ez, ő van ebben a korszakban, mert stílus szerint a falképeket erre helyez, és ő neki volt az a programja, hogy egy magyar egyetemet kell alapítani, ahol magyar hazafiakat is, tehát nem csak tudományt, hanem valóban, és János Pannonius a példa erre, akit ő ugye Itáliába küld, 13 évig ott van, és utána valóban ezeket a művészeket hazahozza, Mantegnát, másokat, Galeotto Marciot. Ez egy program volt a Vitéz Jánostól, hogy az erkölcsöt kell a magyar társadalomban, mai magyar társadalomban is ez kellene.